Ez a Kalandvágyból külföldre podcast, benne pedig az izlandi sorozatunk harmadik része. Ebben a részben Tamás történetével ismerkedünk meg, aki fél éve él már Izlandon. Egy vasárnapi nap egyeztette egy kint élő ismerősével a munkát, kedden már a repülőgépen ült, hogy megkezdje izlandi életét. Nagyon tetszik neki az ország, az időjárás, éppen ezért egyelőre nem is tervez hazajönni. Hallgassátok szeretettel Tamás történetét! Albert Tamás vagyok, én veszprémi születésű ember vagyok. Ott éltem gyakorlatilag tavaly júliusig. Volt egy kisebb angliai partra szállásom, de annyira nem jött be az angliai élet, nem találtam igazán munkát. Olyan helyen is voltam, ahol kevésbé voltak jó lehetőségek, és akkor hazamentem. És most július óta vagyok itt Izlandon, lehetőségem volt kijönni. Mégpedig nagyon érdekesen kerültem ide, egy szintén veszprémi ismerősöm, aki azért jó pár, olyan 10 évvel fiatalabb nálam, de ugye a tágabb értelembe vett baráti körökhöz tartozott. Ő már 6 éve itt él a feleségével, szinte magyar a felesége, és kiköltöztek, és hát leginkább hoteleknek szokott a menedzsere lenni, és most éppen megint egy hotelnek lett a menedzsere, egy gyakorlatilag az ősz elejéig tartó nyári szezonhotelnek, csak nem talált embert. Egy 650 fős település kell elképzelni, északnyugaton, Vestfjordnak hívják, gyakorlatilag Grönlandot lehet látni jó időben. Tehát olyan szinten északnyugaton van. Egy gyönyörű szép hely, tényleg hát mi azt mondanák rá, hogy falucska, de ha az ember oda megy, akkor látja, hogy ez minden csak nem falu. Kevesen lakják, de akkor minden még kórháza is volt. Nagyon jól felszerelt kis város, egy halászváros, gyakorlatilag. Csak nem talált embert a hotelben, és két izlandit el kellett, hogy küldjön, mert annyira nem tudtak dolgozni, vagy nem nagyon akartak, és akkor így most fölszabadult két hely, és én voltam az egyik, akit így fölvett. Igazából ez annyi volt, hogy mai napig emlékszem, valamikor szombatról vasárnapra éjfélre éppen játszottam a számítógépen, és akkor följött a Facebookon, hogy housekeepinget keres, vagyis takarítót, gyakorlatilag szobák, és hát szobaszerviz gyakorlatilag, de ugye benne van a folyosóknak a takarítása is, és én azonnal ráírtam, és másnap, ugye már késő volt, másnap rögtön megbeszéltük, hogy akkor jövök, és akkor ez volt ugye vasárnap, és kedden már ültem a repülőn. Gyorsan. Semmit nem gondoltam rajta, igen. Segített a döntésben, hogy éppen nem volt munkám. Ez Anglia után mennyivel volt? Tehát hazajöttél Angliából, és az volt a fejedben, hogy mész tovább valahová külföldre? Akkor nem volt ez a fejemben, megmondom őszintén, hogy pszichésen még azt is lehet mondani, hogy annyira összeroppantam emiatt is, hogy Angliában nem sikerült sajnos. Életemnek az egyik legnehezebb időszaka volt. Jött egy depressziós korszak otthon, de aztán, amikor már kezdtem kilábalni belőle, akkor jött az izlandi lehetőség itt meg. Gyakorlatilag teljesen rendbe jöttem. De annyira gyorsan összejött, hogy nem is nagyon volt időt felkészülni az országból. Egyáltalán mit tudtál Izlandról? Hát annyit tudtam, mint minden magyar, nem sokat. Hogy visszagondolok a középiskolai tanulmányaimra, Hekla vulkánról talán tanultunk valamit, meg hogy itt vulkánok vannak Izlandon, és sem többet. Talán még a halászatot, de el sem. Mert Izland annyira semmilyen pont volt a világtérképen, ugye 70-es évekig, hogy gyakorlatilag csak azok foglalkoztak vele, akik szándékosan keresték a történelmi földrajzát. Tehát igazából itt a 70-es években volt a Bobby Fischer meg a Spassky között egy világbajnoki döntő, és gyakorlatilag ők tették fel körülbelül azt a nagy Izlandot a térképre. És addig Izland egy lehet azt mondani, hogy egy nagyon bezárt sziget volt gyakorlatilag. Megmondom őszintén, hogy vele sem gondoltam. Annyit tudtam még, hogy azért olyan nagyon hideg azért nincsen, mert ezt már így mondta a Dani, de ugyanakkor nem gondoltam bele az itten életbe, abszolút. Ez egy olyan hirtelen döntés volt, hogy megyek, ilyen all in, mint amikor pókerbe fölraksz mindent, ez tipikus az volt, ugye. Az azért megsegítette a döntésem, hogy mobil ember vagyok, tehát család így nem volt, feleség nincs, stb. Szóval azért sokat segített rajta. Mi a szakmád? Én szociális munkát végeztem, abban is dolgoztam az utóbbi 7-8 évben Magyarországon, leginkább családsegítőként, családgondozóként, a családsegítőközpontban többen is végigjártam, 3-4-et most így visszagondolva, illetve családok átmeneti otthonában is voltam 3 éven keresztül a Vöröskeresztnél. De gyakorlatilag én ezt végeztem, mert 2007-ben diplomáztam. Az előbb elfelejtettem mondani, most ott eszembe, hogy 2007-ben már a banketre nem mentem ki, nem mentem a diploma osztás előtt, mert éppen akkor repülőn ültem, jött egy lehetőség, és Amerikába mentem az öcsémmel,
egy nyárig gyakorlatilag egy ilyen hot motel munkát végezni, tehát ennyi előélete azért van így a takarításnak, az egy 4 hónap volt, tehát az volt még gyakorlatilag a külföldön élés, de az nehézségek ellenére nagyon szerettem. Akkor gondolom, hogy angolul beszéltél, hogyha ilyen angol nyelvterületre mentél előtte. Angolul érdekes, mert én mindig azt hittem, hogy nem igazán tudok angolul, és több ismerősöm is itt is már megerősített benne, illetve van egy nagyon jó otthoni barátom is, aki külügyminisztériumban dolgozik, tehát minden nap gyakorlatilag angolul kell beszélnie, hogy sokkal jobban tudok angolul, mint én hiszem magamról. Miért gondolod, hogy nem jól beszélsz? Igazából én azt tapasztaltam, hogy fél Európát én bejártam, mert egy kártyát játszottam, egy kártyaversenynek voltam így úgymond az egyik szereplője, és amerre mentem mindenhol, sokkal jobban beszéltek angolul, mint én, és előfordult az, hogy már nem mindig értettem őket, illetve leginkább azt mondom, hogy nem mindig tudtam olyan szépen kifejezni magamat, mint mondjuk akár a svéd, vagy akár a német, vagy akár még a franciát is mondhatom, de mindenki jobban beszélt angolul, mint én szinte. És ugye az ember mindig ugye másokhoz méri magát, csak így tudja gyakorlatilag úgy meghatározni helyét a világban, és itt derült ki, jó, nyilván már itt vagyok fél éve, szerintem itt fejlődtem inkább többet, itt már nagyon sokat megértek, hála Isten, úgyhogy még azért van ezzel munkám, izlandit még nem kezdtem el tanulni, először beszélek jól angolul, aztán majd utána. Egy picit a gyakorlati részét bontsuk ki, tehát eldöntötted, hogy kimész, azt már tudtad, hogy van munkád. Gondolom, hogy ott a szállodában van a szállás, vagy volt a szállás. Igen, hát nem a szállodában, de a szállodához közeli staff house-ban egy gyakorlatilag ott élt az egész kiszolgáló személyzet, a staff. És megérkeztél, mi történt, hogyan indult az izlandi életed? Mikor álltál munkába? Igen, hát ugye érdekes volt, mert ugye Budapest Reykjavik a járat, és egy éjszakát még kibérelt nekünk a menedzser, és ott voltunk egy hotelben egy éjszakát, és másnap mentünk tovább a Westfjordra, ami Reykjaviktól még egy olyan 5 órás autóútra van, 400 kilométer, viszont mi repülővel mentünk, mert hogy Izlandon belül vannak repülőjáratok. Kell is, mert vonat ugye nincsen, vasútja nincsen Izlandnak, nem lenne értelme, mert gyakorlatilag a fjordok lakottak, csak a partok lakottak körbe-körbe, és így nem lenne értelme kiépíteni gyakorlatilag a fjordok miatt sem vasutat, mert ugye annyira tagolt a part, hogy gazdaságtalan lenne. Buszok meg nem igazán vannak, meg azért 5-6-7-8 órát az ember nem buszozik, eléggé ritkák is a buszjáratok, úgyhogy 35 perc volt a járat összesen a repülő. Úgyhogy azzal érkeztem meg a Westfjordra. Egy gyönyörű, szép, leírhatatlan helyre érkeztem, de már Reykjavik is nagyon tetszett nekem, amennyit láttam belőle. Ezek az uzmók, az izlandi uzmók az, ami előtte sosem láttam, és így kicsit úgy éreztem, hogy így sosem fogyasztottam hát alkoholon kívül drogot az életemben, de úgy éreztem kicsit, hogy mintha egy kicsit így lennék drogozva. Tehát olyan jó érzés kerített hatalmába, hogy rögtön megéreztem, hogy itt van a helyem. Már amikor leszálltunk a repülőről. Nagyon érdekes, mert igazából nem én döntöttem el, hanem olyan, mintha a sziget választott volna engem. De mi az, ami így magával ragadott, mondjuk az uzmókon kívül? Mondtad, hogy Reykjavik is nagyon tetszett neked, ott gondolom, hogy nem az uzmók fogtak meg. Igazából pont ott a reptéren, amikor vártuk a reptéri busz, mert másfél órát azért várni kellett, azt azért tudni kell Izlandon, hogy senki sem siet. És másfél órát várakoztunk a reptéri buszra, mert elment előttünk, és csak 90 percben jött egy új. De már addig is hatalmas szél volt, ami szintén ugye újdonság volt nekem, bár a Szelek városából jöttem, azt szokták mondani, hogy Veszprém a Szelek városa, de azért itt új értelmet nyert az, hogy mi is a szél Izlandon. És már ott, azt kell mondjam, már a szélben is olyan jól éreztem magam a hideg szélben, mögöttem vacogtak, megitták a grappát az olaszok, alig bírták, én meg olyan jól éreztem magamat, hogy egyszerűen leírhatatlan. Tehát valószínűleg itt az egész klíma, meg én nem vagyok egy ezoterikus, bátottságú ember, de lehet ebbe valami, hogy van egy nagyon egyedi klímája, és lehet ilyen energiák is vannak itt Izlandon, úgyhogy szerintem ez is befolyásolt. Maga a levegő sokkal tisztább, mint Magyarországon. Az, ami rögtön feltűnt, én otthon nagyon sokat voltam náthás. És megtudtam, leginkább ez a por miatt van. Itt meg szinte semmi por nincs a levegőben, még a fővárosban se. Szóval valószínűleg ez az agyra is olyan hatással van, hogy az ember boldogabbnak érzi magát.
Milyen volt a munka? A munka az nagyon hajtós volt, mert kevesebben voltunk, mint kellett volna lenni, mert fel nem talált munkaerőt a főnök, mert ez csak egy szezon munka volt, és hiába voltunk a nyár közepén, ugye szeptember végén vége volt a szezonnak, és nem igazán talált emiatt munkaerőt a főnök. És ezért nem is 100, hanem inkább 120%-ot kellett beleadni mindenkinek. Nem volt elég az, hogy nagyon szépen, nagyon pontosan dolgozzál, most csak az én munkámat mondom, akit takarítottam, hanem nagyon gyorsnak is kellett lenni. És ebből nekem voltak problémáim, mert én egy lassú típusú ember vagyok. Én Izlandon is azért találtam itt meg önmagamat, mert én Magyarországon nagyon-nagyon lassú voltam, itt meg úgy megtaláltam ugye hasonszörőket, ha lehet mondani, mert az izlandi ember mentalitása is olyan, hogy sehova se siet. Itt embert még nem láttam, és sietett volna buszra például. Ez érdekes egyébként, mert a déli mediterrán országokra mondják, hogy olyan ráérősek, hogy majd. Igen, igen, én azt vettem észre, hogy a déliek meg az északiak ilyenek. De mi pont középen élünk, ott meg mindenki rohan. Úgyhogy ez nagyon érdekes egyébként. Ez a stressz miatt van, ők nagyon nem szeretik úgy a stresszt, de ők nem is keresik. Magyar ember kicsit tudat alatt is keres a stresszt, az valljuk be. Az izlandi meg szerintem ezzel is azzal védi magát, hogy ő nem sért sehova, mindent átgondolni előtte, meg egyszer csak egy dologgal foglalkozni. Tehát teljesen lassabb az élet, viszont sokkal életközelibb. Meddig tart a szezon? Mondtad, hogy szezonban van nyitva. Nyári szezon volt. Én szeptember legvégén továbbálltam, mert találtam egy új munkát itt már a fővárosban, és akkor elköszöntem a magyar csapattól, és azért is választottam ezt, nem csak azért, mert ez a lehetőség jött, hanem másoknak is ajánlom, hogy hotelben, turizmusban helyezkedjek először, mert nagyon sokat lehet spórolni a szálláson. Mi ingyen kaptuk a szállást, de valahol kérnek, de csak minimális összeget. Itt simán egy ilyen átszámít, egy ilyen 200 ezer forintot simán kivezetsz egy nagyon olcsó szállásra is Izlandon, tehát ezzel nagyon sokat lehet spórolni. És akkor itt találtam munkát, 2 hónapig voltam ott a Westfjordokon, hatalmas élmények értek tényleg, és itt találtam munkát, rögtön jöttem. Illetve a munka talált meg engem. Azt kell mondjam, mert meghirdettem magam. Van egy ilyen csoport, nemzetközi csoport, lehet keresni, meg kínálni munkát, és én meghirdettem magamat, és jelentkezett egy itteni menedzser hölgy, szintén egy hotelben, egy mexikói stílusú hotelben, nagyon érdekes, egy Izlandon, de egy gyönyörű szép helyen van, és akkor még úgy mentem hotelhez, hogy még ő nem mondott igent, hanem nyilván kellett egy személyes találkozó. És akkor már minden cuccomat fogtam, bőröndömet, és akkor ott egy családi vállalkozás volt, és az édesapja, meg még a nagymamája is dolgozik, 80 fölött, ő a tulajdonos, így akkor fölvettek. De ott csak egy hónapot voltam, mert 2 hét után azt mondták, hogy nagyon megkedveltek, mint embert, látják, hogy nemzetközi csapat volt, nagyon jól be tudtam tagozódni, még jó haverokra is szertettem, de ugyanakkor szintén ők is azt mondták, hogy a munkával. Ők úgy fejezték ki, nem is azt mondták, hogy lassú vagyok, hanem hogy ez, ami nagyon érdekes, és talán az egyik legnagyobb tanulság itt Izlandon, hogy Izlandon nem az számít, hogy mennyire vagy jó szakember. Nem az számít, hogy mennyire vagy úgymond fanatikus a munkának, hanem az, hogy mennyire szereted a munkádat, és ez látszik-e rajtad. Itt ez a legfontosabb mindennél, a maga a morál. Mert úgy vannak vele, hogy ha a morál jó, akkor később te úgyis jobban megtartod azt a munkát, lehetsz később jó szakember, de erre lehet építkezni, erre kell építkezni. Ha valaki tökéletes gyakorlatilag a szakmájában, de emberileg gyakorlatilag nagyon gyarló, akkor azzal nem foglalkoznak, azt el fogják küldeni. Mert itt a morál a csapatmunka. Főleg egy ilyen hotelben, ahol ennyien dolgozunk, itt a csapatmunka az döntő, mert nagyon le lehet húzni egymást embereknek. Akkor végül is mi volt a probléma, hiszen mondtad, hogy a csapatban jól tudtál dolgozni. Igen, de ezt külön ki is emelték, hogy mielőtt megmondták volna, hogy nem írjuk alá a szerződést, vagy nem annak szerződést, csak ilyen periódikusat, azelőtt elkezdtek engem dicsérni. Tehát azt mondták, hogy más emberekkel úgy látják, hogy nagyon jól megtaláltam a hangot, tényleg kedves személyiség, stb., de ugyanakkor meg azt látják, hogy nem nekem való ez a munka mégsem. Mert volt olyan, hogy megkérdezték munka közben, hogy vagyok, hát éppen siettem az egyik szobából a másikból, egy ilyen nagy hátra tehető porfivóval, és visszakérdezett, hogy mondtam, hogy oké, okay, good, hogy jól vagyok, és akkor visszakérdezett, hogy valóban. Tehát ez nem az, mint amerikai, hogy csak azért kérdező meg, mert ez olyan, mint a hello, szia, hanem valóban itt ez a legfontosabb, és kíváncsiak voltak rá. És hát látta rajtam a főnök asszony, hogy,
hogy belül azért mégis úgy vagyok vele, hogy nem ez az én utam. Úgyhogy így megváltam, egy hónap után megváltam tőlük, viszont iszonyatosan rendesek voltak, mert ahol most vagyok szállást, ezt ők szerezték nekem gyakorlatilag kapcsolatok útján, tehát eléggé kedves áron vagyok itt most egy munkásszállóban gyakorlatilag, tehát nagyon sokat köszönhetek nekik, már emiatt is, meg azt mondták, hogy bármikor visszamehetek a hotelbe, tehát még ki sem kell vennem szobát, úgyhogy még vendégül is látnak. Szóval emberek nagyon megszerettek, csak a munka nem kellett nekik. És akkor hogy volt tovább? Felmondtak neked, és hogy volt a munka? Igen, és akkor még ott voltam a hotelban, amikor felírtam az izlandi magyarok Facebook csoportba, hogy aki tud, az segítsen, mert munkát keresek. Azt tudni kell, hogy itt van egy applikáció Izlandon, ami gyakorlatilag nagyon profi, hát lehet azt mondani, hogy majdnem minden munka fönn van rajta, amit meghirdetnek. Viszont a gyakorlatban mégis kicsit máshogy működik, mert úgy senki se fog veled foglalkozni Izlandon, hogy csak beküldöd online. Hanem kell, hogy legyen egy személyes benyomás, ez mindennél többet számít itt is. Valószínűleg Magyarországon is itt van, de itt szerintem Izlandon még inkább, ugye a magyar szokta azt mondani, hogy pofára megy, de ennek igazából én inkább előnyét látom, mert nyilván kell egy személyes benyomás a másikról. És akkor ott kerestem már munkát, nem nagyon találtam, illetve sokat találtam, elküldtem, de nem válaszoltak éppen emiatt, mert nem volt meg a személyes kapcsolat. De aztán mégis egy magyar ember segített, egy magyar fiatalember segített, és most az ő kollégája vagyok. Gyakorlatilag most a munkám az, hogy hatalmas köveket emelgetünk, fúrunk, és akkor ez a kő, gyakorlatilag teszünk bele ilyen illesztékeket, és úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen nagy kövek, és azokat pedig teszik föl a kollégáink a falra. Ez egy hatalmas banknak lesz a fala, a külső falazata, de még, szerintem még egy évig nyom lesz vele munka. Elég lassan halad. Meg most elég sokan elmentek a Covid miatt ugye betegek is, tehát lassan haladunk, de ez a fő munkám, hogy hát nehéz fizikai munka. Kőfúrás, kőemelés, kőpakolás, mériskélés is van benne azért, szóval azért most már nem csak fizikai munka van, de most kint dolgozunk a szabadban, tök mindegy, hogy milyen az idő, muszáj. Tehát sok izlandi kollégám nincs, azt meg kell mondanom. Tehát főleg lengyelek, litvánok, egy magyar kollégám van, csak a kis főnököm izlandi és más izlandiról, egy-kettőről még tudok, de ja, sok cég dolgozik egy helyen. De aki itt dolgozik, Izlandi, az belül dolgozik, az épületen belül, belső munkákat, a külföldiek meghívni, ugye a télben, fagyban, hidegben, nekünk bírni kell. Még kicsit az applikációra térjünk vissza, mert nekem nem világos. Mondtad, hogy nagyon fontos a személyes benyomás, ezt egy applikáción keresztül hogyan tudod megvalósítani? Feltöltesz magadról valami videót, vagy hogy? Adtam már úgy interjút, az applikáción belül van rá egy program, hogy állásinterjú gyakorlatilag, úgy már adtam. Tehát van ilyenre lehetőség az applikáción belül, és akkor oda szerintem föl is vettek, csak az volt a, hát nem gond, csak már előtte megelőzött ez a másik, és azért nem mentem oda. Tehát működik azért egy ilyen is benne. Tehát azért az applikáció, mert egybe gyűjti a lehetőségeket. Hogy látod, meddig maradsz Izlandon? Én már eldöntöttem gyakorlatilag, nem is döntés volt ez, hanem nem kérdés, hogy itt maradok. Gyakorlatilag az első pillanatok kezdve annyira megszerettem az itt létet, amiben azért bele kell azért azt is mondanom, hogy sok magyar negatív élmény is él, tehát ez is azért segít a döntésben, hogyha a kettő közül kell választani, hogy az egész világon csak Izland és Magyarország lenne, akkor én Izlandot választanám már. Mondtad, hogy az első benyomásod is nagyon pozitív volt, de hát most már azért fél éve ott élsz, gondolom, hogy értek mélyebb benyomások. Mi az, ami nagyon tetszik, ami miatt úgy érzed, hogy biztosan ott fogsz maradni még egy jó darabig? Igen, pontosan már 7 hónapja élek itt, és hát az, ami leginkább szerintem ide köt azon túl, hogy nagyon jó az itteni klíma, és nagyon jó hatása van rám, az igazából az, hogy itt tudok már rá koncentrálni, lehet azt mondani, az élethivatásomra, hogy Magyarországon, még azt nem mondtam, hogy 2008-tól én a Veszprémi Egyházmegyének voltam a papnövendéke, katolikus papnak tanultam, és el kellett hagynom a szemináriumot bizonyos dolgok miatt, nem az én döntésem volt elsősorban, de el kellett hagynom, és akkor most 10 év múlva lehet azt mondani, hogy szándékozok visszamenni ilyen szinten a katolikus egyházba, itt már megtaláltam a püspököt, egy szlovákiai ember egyébként, nagyon érdekes, és hát
ez lesz az utam szerintem. Meg kell harcolni sok mindennel nyilván, de egyelőre püspök azt mondta, hogy éljek túl 2 évet, és ha továbbra is életben vagyok, akkor már fog velem foglalkozni. Ugye ez arra utalt, hogy nem mindenkinek a pszichéje bírja, azért azt el kell mondanom az izland életet, leginkább a sötétség miatt, és hát a klíma miatt. De akkor azon túl vagy, hiszen most jövünk ki a télből, igen. Megtapasztaltad ezt a... Igen, szerintem most kezd csak fölkelni a nap, még itt fő van nálam kapcsolva a villany, amikor kezdtük az interjút, még sötét volt, de egy hónap múlva már szinte behozzuk Magyarországot, utána meg már egyre inkább jön a világosság. Viszont én azt vettem magamon észre, mivel én rögtön a nyárba csöppentem bele tavaly, és nagyon érdekes volt, mert egész életemben nem, de itt Izlandon kaptam először kicsit napfúrást, illetve volt, hogy el is ájultam bizonyos dolgok miatt. Közel játszott az is, hogy megfőttem szó szerint. A jacuzziban ültem, és olyan erős a nap, amikor is süt a nap Izlandon, akkor sokkal nagyobb az ereje, mint Magyarországon. 15 fok, az kb. 25-nek számít. Szóval nem számít, hogy mit ír a skála. És azt akarom ebből kihozni, hogy jobban szeretem a sötétet, megmondom őszintén. Én pont fordítva vagyok belőle, mint a legtöbb magyar is, aki tényleg nagyon hiányzik a napsütés. Sok magyar azt mondja, hogy azt hiányzik a legjobban Magyarországról, akik már 5-10-20 éve itt élnek. Hát én még csak 7 hónap élek itt, én azt szeretem őszintén, egyre inkább szeretem a sötétet. Inkább. Kiknek javaslod Izlandot? Milyen habitusú embereknek való? Szerintem megtalálhatja itt magát mindenki, viszont az én tapasztalatom az, hogyha valóban azt akarják, hogy otthon érezzék magukat, hogy valóban otthon legyenek, akkor ne legyen az ember túl pörgős, ne legyen állandóan csak a munkára gondoló munkaalkoholista, hanem itt nagyon sok én időre van lehetőség. Csak ugye sok, teljesen megértem őket, de sok magyar is, illetve munkás is vállal másod meg harmad munkát. Én megmondom őszintén, hogy nem csak azért, mert valamilyen szinten ki lesz építve már az utam, meg nem biztos, de valamilyen szinten nekem azért segítség, hogy nem kell, mit tudom, vagy családot eltartanom, vagy házra gyűjtenem, mert az ember pap lesz akkor gyakorlatilag ez a része, ugye úgymond ki van pipálva, de nagyon sokan elaprózzák magukat, és nem 8 órát, hanem 12-16 órákat dolgoznak naponta, még itt Izlandon is, és így nem tudják annyira befogadni Izlandnak a szépségeit és a csodáját. Kell, hogy legyen az embernek én idője, arra viszont szerintem az egyik legalkalmasabb ez az ország. Ha valaki le akar nyugodni, ki akar lépni a taposómalomból, túl stresszes az élete, és változtatni akar, megvan benne az elhatározás, akkor jöjjön Izlandra. Mit csinálsz, amikor nem dolgozol? Hogyan telik a szabadidőd? Hát egyrészt sportolok. Otthon is nagyon sokat sportoltam. Itt még kevesebbet, de mondjuk most a munkám a sport gyakorlatilag, és így most kevesebbet edzek, viszont itt nagyon jó ufodák vannak. Úgy képzeljétek el, hogy itt a fővárosban, illetve a főváros környékén van 20 vagy 21 ufoda. És ez nem csak arról szól, hogy van egy 25 meg egy 50 méteres medence, hanem még nagyon sok jacuzzi is van benne. Ezek ilyen épületkomplexumok, a gyerekeknek külön csúszdával, babakancsolóval. Itt a fürdőkultúra az egyik szerintem a világon az egyik legfejlettebb. Nagyon szeretnek. Szociális életet is itt élnek az izlandiak. Szerintem a látogatóknak a 90%-a nem is úszni jön, hanem beszélgetni a haverokkal a jacuzziban. Tehát leginkább sportolni szoktam, aztán szeretek olvasni, éppen nagyon sok angol könyvet beszereztem magamnak, azt még nem mondtam, hogy majdnem minden izlandi beszél angolul, és ugyanez megjelenik a könyvesboltokban is, nem csak izlandi, sőt sokkal több angol könyvet találtam már, mint izlandit. Az izlandiak iszonyatosan szeretnek olvasni. És illetve ugye nagy kártyajátékos voltam, most lehet ezt mondani idézőjelben, hogy nagy, mert ez elég sokan megismertek így a világon a kártyás szubkultúrán belül a sikereim miatt. Itt már találtam olyan kártyajátékot, amit tudok egyedül játszani, úgymond amikor számítógépeztünk, úgy volt, hogy a gép ele játszunk, így a játékmenet eleje játékmenetben játszunk, úgyhogy most ezzel is lekötöm magam. De most itt van mellettem például a biciklim, amit megvásároltam, várom, hogy kicsit kitavaszodjon, és akkor végre biciklizni is fogok. Gyönyörű vidékek vannak, úgyhogy tegnap eltévedtem, rossz buszra szálltam föl, és mire észbe kaptam, felemeltem a fejemet, addig nem tudtam, hogy hol vagyok, leszálltam, és úgy képzeld el, hogy egy csodálatos helyen találtam magamat.
egy nagy tó, hó mindenhol, úgyhogy néha eltévedni is jó itt. Egy kicsit mesélj az izlandiakról, ugye már érintettük, hogy ráérősek, nem kapkodnak, lassúak, de hogyan viszonyulnak hozzád, mondjuk egy magyar ember ez, aki oda ment dolgozni? Általánosságban azt mondanám, mivel már hallgattam egy-két interjút, amit készítettél, azt hiszem a Svájcban élő hölgy mondta azt, hogy úgy viszonyulnak hozzá, mint ő hozzájuk. Tehát ez egy kölcsönös viszony. Azt kapod vissza, amit adsz. És ez egy nagyon igaz mondás, ez az általános megközelítés. A személyes megközelítésem meg az, hogy a humorod van, azzal itt gyakorlatilag győztes vagy. És én egy, lehet azt mondani, hogy így vicceket nem szoktam mesélni, hanem inkább is spontán jönnek belőlem így a humoros hát beszólások, vagy humoros attitűd, és ezt nagyon szeretik az izlandiak. Értik a magyar humor? Értik. És megmondom őszintén, hogy még emberrel nem találkoztam, én már itthon éreztem magam. Tehát ez szerintem nem feltétlenül az embereken múlik elsősorban, hanem ahhoz, hogy te hogy érzed magad. És ha jól érzed magad, emberek nélkül is, mert valljuk be most azért, jó, most volt magyar buli, de olyan nagy szociális életet itt nem élek, eléggé monoton a munkám, és eddig mindig megtaláltam az egyensúlyt, illetve az emberekkel így a kölcsönös hangnemet. De nagyon barátságosak, még azt, hogy mondjam, az izlandiak. Nagyon meglepő, az ember azt gondolná, hogy nagyon zártak, de pont az ellentétje. Nyilván van bennük egy bizonyos fajta távolságtartás, de hogyha csak egy picit ismerkedvennek téged, akkor sokkal barátságosabbak, mint a magyarok például, vagy akár mint bárhol máshol itt tapasztaltam. Svédekhez tudom hasonlítani őket a legjobban, így mentalitásra. Mit tanácsolsz annak, aki fontolgatja, hogy Izlandra megy? Hát én azt tanácsolnám általánosságban, hogy ne fontolgassa, ne gondolkozzanak az emberek túl sokat, mert a túl sok fejtörés, a túl sok gondolkodás az mindig megöli a cselekedetet. Menni kell, ki kell próbálni, aztán, hogy valami építőt is mondjak, jöjjön ki, még ne költözzön ki, de próbálja ki az országot télen is, ne csak nyáron, mondjuk pár napig jöjjön ki, mint turista, vagy éljen ki egy kicsit hosszabb ideig, mondjuk egy-egy hónapig, és akkor lássa meg, hogy milyen hatása van rá mondjuk az itteni 3-4 óra nappal mondjuk telente. Nézze meg a nyarat is, és ezzel a tapasztalattal már azért föl tudja vértezni magát, hogy itt a helye, vagy nem. Nagyon fontos. Szerintem az egyik legfontosabb, hogy mennyire bírja az ember itt az itteni klímát, illetve teljesen más az éghajlat. Van olyan, ami nem tetszik, amit nem nagyon tudsz megszokni? Nem találkoztam még ilyennel. Most erre is egy kicsit más választ adok. Azt tudom, hogy az izlandiak mit nem szeretnek például bennünk magyarokban. Vagy akár nem csak magyarokban. Mit tudnak rólunk? Igen. Mert ugye ez elég sok magyar megfordult itt a vendéglátásban. És igaz, hogy egy venezuelai szakács mondta, de ugye az izlandiaknak is ez a véleménye, hogy egy dolgot nagyon nem szeretnek, mikor panaszkodnak az emberek. És nagyon sok magyar túlzottan panaszkodik. Mindig a negatív oldal találja meg, és azt nagyítja fel, és az itt Izlandon ez nagyon nem szerencsés. Ők pont máshogy vannak bekötve, ők a jóra, meg a pozitívumokra koncentrálnak. A magyar embernek szerintem leginkább ezt kell levetkőzni magából, hogy ne a negatívokat lássa mindenbe, hanem te örüljön annak, hogy egyáltalán kapott egy új reggelt, egy új napot, és érezze jól magát. Köszönöm, hogy meghallgattad Tamás történetét, remélem, hogy tetszett. Jövő szerdán Márkkal fogunk megismerkedni, ő lesz az izlandi sorozatunk záró epizódjának szereplője. Ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot, és ha nem szeretnél lemaradni a további adásokról, iratkozz fel a csatornámra.